Ideglenes kerítése a Liszt Ferenc téri buszmegálló körül. A várot néhány méterrel arrébb rakják, hogy a munka folytatódhasson. De nem csak itt dolgoznak hétvégén is a szakemberek. A Zöldváros projekt részeként az egész belváros megújul hamarosan. Az eredmények már kezdenek látszani. Van olyan most még lezárt terület, amit jövő hét vége felé ismét használatba vehetnek a helyiek. Jövő héten az Osön áruháznak a déli részén is elkészül a térkőburkolat, oda át fogjuk terelni a forgalmat, egy kényelmesebb, komfortosabb megközelítést téve ezzel. Igazából a többi helyeken mindig vannak apró módosítások, hogy az üzletek maradéktalanul tudjanak működni. Igyekszünk mindenkivel tartani a kapcsolatot, és megfelelően biztosítani a megközelítést az üzleteknek. A munkálatok jelentős része a szüreti napokra befejeződik. A szakemberek mintegy 20 000 négyzetméternyi burkolatot törtek fel, de csak 15 000-et fednek be újra, vagyis fél hektárral nő a zöld felület területe. Ezek mellett közel 140 fát, 9050 cserjét, 4850 évelőnövényt és 500 örökzöld csemetét ültetnek el a munka utolsó fázisában. A városban sétáló kényelmét pedig 184 pad és utcai bútor, valamint 88 kerékpár tároló és 130 kuka szolgálja. A kivitelezés során nagy figyelmet fordítanak arra is, hogy a munkások megfelelő védelmet kapjanak a hőséggel szemben. Kérnénk szépen a lakosságnak a türelmét abban a kérdésben, azon a területen, hogy gyakorlatilag a nagy felületeknek a burkolása megtörtént, most már a sarkoknak, a kisebb részeknek a kiegyenlítése, bevágása történik. Természetesen az forral fog járni, de a vállalkozó nagyon oda fog figyelni, hogy a környékünkön látó vendéglátóegységek és a lakosság, a lakóházak minél kevesebbet szenvedjenek. A Zöldváros program várhatóan őszre fejeződik be Szekszárdon.